témakört járunk körbe, amely a magyar, török nyelv műfordítói aspektusait vizsgálja. A téma kiváló szakértőit, előadóit sikerült megnyernünk, mind magyar oldalról, mind török oldalról. Külön szeretném kiemelni, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy Tasnádi Edit elfogadta a meghívásunkat. Természetesen nekem, mint irodalmárnak és műfordítónak ez a mai esemény az egyik legfontosabb, hiszen itt most az irodalom van terítéken. Az irodalom az ember számára azt hiszem talán a legfontosabb művészetek egyike, és a magyar turkológia, ugye Vámbérőtől számítjuk, világhírű, és egész egy Európa számára a kezdeményezést jelentett. És a Magyarországon az elkülső turkológusok, azok lettek az első műfordítók is. A mostani konferencia azért fontos, mert ennek a mai folytatásának a lehetőségét teremti meg. Ugye ezen a kongresszuson olyanok találkoznak, akik a legtöbbet tehetik ezen a téren. Tehát az Ankara Egyetemnek a hungarológiai oktatói, a Magyar Nemzeti Könyvtárnak a szakemberei, és még egy-két ilyen műfordító is, mint én, akik feladatunknak tudjuk, hogy megismerjük egymásnak az irodalmát. Bugün kütüphanemize baktığımızda özellikle Macarcadan Türkçe'ye çevrilen 1200'e yakın kitap olduğunu gördük. Ki bu da edebi çeviriler özellikle iki toplumun birbirini anlaması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ki zaten Macaristan'a baktığımızda bize yabancı bir toplum değil, bizimle aynı düşüncelere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu konferansla özellikle kültürel anlamda, edebi anlamda ilişkileri daha da ileri götüreceğini düşünmekteyim. Nagyon szépen köszönjük a két nemzeti könyvtárnak az előadásokat, a műhelyeket, és most már tudjuk, hogy nagyon fontos az irodalomnak, a műfordítóknak köszönhetően jobban ismerjük egymást, fejlődik a kapcsolatok, úgyhogy nagyon fontos a műfordítóknak kulcs szerepét megemlíteni, a történelmileg is, a jövőbeli lehetőségek, vagy a feladatok szempontjából is. És úgy éreztem, hogy a fordítás már nem elégíti a szakfordítás, és nagyobb kihívásokat keresve jutottam el az irodalomig. Egy-egy török mű olvasása után úgy gondoltam, milyen jó lenne, ha a magyarok is, magyar olvasóközönség megismerhetné ezt a csodálatos gondolkodást, világot, látásmódot, és így mertem elkezdeni kísérletezve a fordítást. Nagyon nagy élvezet volt, nagyon nagy öröm volt számomra. Emlékszem, az első megjelent fordításkötetemnél ünnepeltünk. A műfordítónak mindenre törekednie kell, hogy minél autentikusabb, minél hitelesebb és szebb legyen, gördülékenyebb legyen ez a fordítás. Egyrészt előadóként voltam jelen a konferencián, másrészt pedig az én versemet elemeztük, néztük meg a kollégákkal itt egy workshop során. Egymás kortárs irodalmát mindenféleképpen érdemes és hasznos is fordítani. Egyrészt ez a legnehezebb dolog, tehát itt számos olyan kérdés felmerült, hogy mondjuk egy argó, slang szó az mennyire lehet egyáltalán átültetni, ugye, akár az igekötő szerkezetekkel létrejövő argószavak, akár az, hogy honnan származik ez. Egy pár nagyon izgalmas megoldásokat is tudtunk itt így együtt találni. Egymás megismerése az elsődleges célja a műfordításoknak, és az, hogy mi a jelen állapot, az nyilván a kortárs irodalom az, ami tudja adni, ami nagyon izgalmas beszélgetéseket generál egyébként mind a két oldalról. Bunun da en önemli unsurlarından birisi, geniş halk kitlelerinin iki kültürdeki metinleri okuyabilmeleri, anlayabilmeleri. Dolayısıyla tercüme etkinlikleri
kültürlerin birbirlerini entelektüeller üzerinden ama entelektüeller dışında ortalama insan üzerinden tanıma imkanı sağlamakta. Bu vesileyle kültürel etkileşimde tercümenin, çevirinin çok büyük rolü olduğu kanısındayız. Konferanslarda bize imkan sağlamakta. Nagyon régi kapcsolataink vannak a törökökkel, a történelem folyamán hol ilyen volt, hol olyan, de a törökök sokkal pozitívabban néznek a mi kapcsolatainkra. Természetesen az oszmáli kor számukra ezért egy fokkal kellemesebb volt, mint nekünk. Hogy nagyon-nagyon jól bizonyítja a mai szakmai programunk, a szakmai konferencia, illetve a szakmai workshop is, hogy a műfordítók kiváló szakértők, kultúra és érték közvetítő szakemberek.